Lábnyom Budapest. Ezt a nevet kapta a július 17-ével kezdődött négynapos eseménysorozat, amit a budapesti Golgota keresztény gyülekezet indított a Madách Imre téren. A Golgota Budapest itt a belvárosban, a 7. kerületben lévő gyülekezet, és szerdánként szoktunk találkozni, szokott lenni egy bibliaóránk a Dohány utca Erzsébet körút sarkán, és így kb. Fél éve így Isten így arra vezetett minket, hogy hozzuk ki az utcára. Hogy ne legyenek falak így a gyülekezet és az utca között, hanem legyen kín a gyülekezet az utcán. Igazából nem csak erre ma estére jöttünk, hanem az egész héten, hét folyamán lesznek koncertek, és most ez lesz a megnyitója. A rendezvény célja, hogy a résztvevők közelebb kerülhessenek Istenhez, egymáshoz, új kapcsolatokat hozzanak létre, hogy olyan dolgot láthassanak meg Istenből, amit eddig még nem. Hétfőn kedden így Vácon voltunk egy csapattal, 25 fős csapattal, és így felkészültünk így lelkiekben arra, hogy itt leszünk a városban, és négy napon át evangelizációt tartunk itt a téren, meg majd különböző helyeken, és hogy ez az első ilyen nagyobb alkalom, ami itt történik így a város szívében. Esténként lesz itt a Madách téren a program, koncertek lesznek, több együttes fog zenélni, igazából minden este héttől leszünk itt, és két koncertet fognak majd adni, illetve napközben is megtalálhatók leszünk itt a környéken, a városban, különböző más programokkal meg lehet velünk beszélgetni. Látjátok, hogy Istennek énekelni így is lehet? So, as you can see, we can sing to God like that too. És azért is örülök egyébként, hogy itt vagyunk most köztetek. And that's why I'm happy that we're here among you. Mert az embereknek néha nagyon fura elképzelésük van a keresztényekről. Because people sometimes have quite weird imaginations or thoughts regarding Christians. Tegyük hozzá, hogy azért adtunk mi ehhez keresztények, hogy fura elképzelésük legyen rólunk. And we need to confess that we contributed to these weird thoughts that others have of us. De látjátok, Isten dicsőíteni, Istennek énekelni így is lehet. But as you can see, we can praise God like that. We can sing to him like that too. És képzeld el, hogy mi minden héten így csináljuk. And guess what? This is how we do that every week. És Isten itt van velünk ma is. And God is with us even today. Tudjátok, arra jutottunk, hogy az embereket általában a vallás maga nem nagyon érdekli. Well, you know what? We have come to the conclusion that people are not really interested in religion. És nagyon nehéz behozni az embereket a gyülekezetbe. And it's really difficult to bring people into the church. Behozni egy hívő közösségbe és megmutatni, hogy az milyen. Bring them into a community of believers and show them what it's like. És ezért hoztuk ide nektek most. And that's why we brought ourselves or the church service here. Meg akarjuk mutatni azt, hogy milyen, amikor egy hívő közösségben van, együtt van az Istenével. Because we wanted to demonstrate to you what it was like when a group of believers are together and they have fellowship with one another and with their God. Van egy szerző, Tim Kellernek hívják, talán ismeritek néhányan. There's a Christian author, his name is Tim Keller and some of you might know him. És utána nézett annak, hogy mit keresnek az emberek. Mit hajhásznak, mit akarnak beépíteni az életükbe. And he did a survey on what people are pursuing in their lives, what they build their lives upon. Honnan veszik az identitásukat. And where they get their identities from. És zanzás itt van, három pontra jutott. Okay, so summarizing, or in a nutshell, he has actually came up with three things. Az első, amit keres mindenki, az a boldogság. The first thing that everybody is pursuing is happiness. A második az igaz szerelem. The second is true romantic love. Ez jó, nem? It's good, isn't it? Az is jó. És a harmadik a jó színvonalú élet. And the third thing is a high standard of living. Ezeket kutatják az emberek. So that's what people are pursuing. És az az igazság, hogy ezeket a dolgokat néha a keresztények is fontosabbnak tartják Istennél. And to tell the truth, even Christians sometimes hold these things or consider these things as more important than their relationship with God. Szóval, hogyha általában, ha ezek a dolgok nincsenek meg egy embernek az életében, so if these things are not present in someone's life, akkor megremeg az életük. Then their lives are shaken. Akkor semmire nem tartják magukat. Then they think that they are worthless. Összeomlanak. And they collapse.
Mert eltűnt az, amiben próbáltak kapaszkodni. Because what they tried to hold on to and cling to is gone. Kérdezz meg magadtól most, légy szíves, itt egy kérdés nektek. Okay, so I have a question for you and I ask you to ask yourself. Neked mi a fontos az életedben? What is important for you in your life? Te mire építed az életed most éppen? What do you build your life upon, or what are you building it upon right now? És amire építed az életed, az elég erős, hogy megtartson téged? And whatever you build your life upon, is that foundation strong enough to sustain you? Ha kivennék a kezedből most, akkor összeomlanál? If it was taken away from you, would you collapse? Szerintem ez egy fontos kérdés. I believe this is a very important question. És énekelte ezt a dalt Matt előbb. And Matt sang this song. Ezzel a dallal mi keresztények mindig emlékeztetjük magunkat. And this song for us Christians is a reminder. Azt mondja, ha összeomlik minden. It says that, you know, if everything comes crashing down. Ha nincs több menedék. And if there is no refuge anymore. Ha széthullik a világ. And if the world falls apart. Te sziklaként megállsz. You're a solid rock. Ha remeg minden ország, and if all the countries are shaken, és ha elmélyülne a válság, volt már ilyen is, and if the economic recession is getting worse, it has already happened. Hogyha félelem vesz körül valami miatt, and if for some reason we are surrounded by fear, akkor ő azt mondja, te tartod életünket, Jézus tartja az életünket. Then you are the one, and he's talking to Jesus. Jesus is the one who sustains our lives. A szombatig tartó televáltozatos programokkal ellátott ingyenes eseményre szeretettel várják az érdeklődőket, valamint bővebb információkat a budapesti Golgota keresztény gyülekezet honlapján találhatnak. Wow!